Gyanús kamer, kameruniak a vb n az ibériai félszigeten, de itthon sem állt meg a fogadás élet, volt például vesztegetési kísérlet a hazai rendezésű U19-es EB kapcsán. Eközben Európa sportminiszterei összefognak, hogy kiépüljön egy riasztó rendszer amelyet a gyilkos kor nyugaton is jelen van. Nagyon úgy tűnik gazda József a Pozsonyi új szó mellékletének szerkesztője és Novák Tamás dokumentumfilmes, rendületlenül a bunda nyomában, úgyhogy velük nézzük meg a dolgok állását. Jó reggelt kívánok, sziasztok! Jó reggelt. Ö, hát kezdjük ott, hogy ugye a Fédelbet átadott az Európai Parlamentnek egy jelentést, 110 meccs, biztos manipulálást említ, további 350 meccset, Hát, és a futballmeccsekről beszélünk, gyanúsnak találtak a 2013-14-es szezonban. Mennyire fertőzött most az európai futball, és kifejezetten nem csak a magyar futballra gondolnék, hogy tegyük azt tisztába, hogy mennyiben egy exotikus, keleti, harmadik világbeli jelenség ez a fogadási csalás. Mondom, múlt héten volt egy ilyen futballvilágkonferencia Manchesterben, az a Szacharek nevű konferencia, ahol az egyik szekció pont a Bundáról szólt, és ott az Interpol. A Te FIFA. ott jelen volta. Igen, ott Igen. jelen volt, és ott volt az Interpolnak, a FIFA-nak több vezetője, ott volt a sportbiztonsági tanácsnak a vezetője, és hát mindenki elmondta egy térképen viszonylag rövid prezentációban, hogy hogyan fertőzi meg folyamatosan a világot. Évente 60 országból vannak újabbnál újabb jelentések. Azt mondják, hogyha nem történik egy globális, és ez nagyon fontos, hogyha nem történik egy globális összefogás, akkor néhány négy-öt éven belül összeomlik az egész. Az összeomlik az egész, az azt jelenti, hogy akkor előbb-utóbb oda uh, jutunk, hogy majd nézzük a bajnokok ligáját, illetve lehet, hogy nem is nézzük, mert azt mondjuk, hogy ja, istenem, hát ez is. Nem? Hát igen, az általános vélekedés az, hogy nyilván bundáznak a közép-kelet-európai bajnokságokban, de biztosan nem a nyugat-európai topligákban, hiszen ott annyit keresnek a játékosok, hogy őket nem lehet el nem lehet megfizetni, meg hogy nincs az a pénz, amivel, amivel megvesznek egy, egy topligás játékost. De hát akkor pedig fel lehet tenni a kérdést, hogy, hogy vajon szegény volt-e az a Giuseppe Signori, aki, akit Olaszországban szintén bíróság elé citáltak bundőgyben. Vagy, a e, Sopron e, sztárjáról Vagy hogy, igen, tehát vagy hogy megélhetési bűnöző kategóriát lehet -e használni Mauro Bressannal kapcsolatban, aki a Fiorentina játékosaként a BL történet egyik legszebb gólját te szintén megfordult Magyarországon, és őt is bíróság elé citálták Olaszországban, de letartóztatták a Vén Rúni apját egy-két évvel ezelőtt, vagy hogy szegény volt-e Bernard Tappi a Marseille klubelnöke elnöke a 90-es évek elején. Az a klub b t nyert. Ugye? A B-ját nyert, így van. Tehát nem lehet azt mondani, hogy hogy a futball bunda jelensége, illetve hogy a fogadási csalások, azok csak az úgynevezett harmadik világbeli bajnokságokban lennének elterjedtek. Amit a bevezetőben kérdezte, hogy mennyire lehet fertőzött ez a közegés, és számokat említettél te is. Azt azért hozzá kell tenni, hogy, hogy amikor a hatóságok ilyen Statisztikákat közölnek, tehát vagy a Bochumiak, vagy az Európol, vagy akár a magyar hatóságok, most nem tudom, 45 vádlottjuk van a bundőgyben, vagy 40 valahány vádlott, és, és több tucat mérkőzés, akkor azt mindig hozzáteszik, hogy ez csak a jéghegynek a csúcsa. Tehát amiről ők beszélnek, és azok a meccsek, amelyek a vádiratokban szerepelnek, azok már olyan mérkőzések, amelyre elegendő bizonyítékuk van. De nyilván sokkal több több gyanús mérkőzés és gyanús játékos kerül a, a látókörükbe, amit megneveznek, és ami már megjelenik a vádiratban, azok azok, amelyekre bizonyítékaik vannak. Tamás, mit gondolsz, mennyire jelentős a, a fertőzés megállításában a, a globális fellépés mellett az, hogy minél több pentítót sikerüljön megnyerni? Jól hangzol, azt mondanám, hogy persze nagyon fontos, de szerintem egyáltalán nem lényeges. Hmm. Tehát, hogy a, az egésznek a hátterében, hogy az ember nagyon röviden megértse, ez egy a közgazdaságát. Tehát, hogy a modern futball, ahogy itt látjuk Magyarországon, az egy közgazdasági nonszenz. Tehát, hogy amennyitből a uh, nézőbevételek vannak, a mérkőzés jogok, a merchandising jogok, abból nem lehet egy klubot működtetni és ez persze ezerszeres, tízezerszeres áttéttel, igaz Nyugat-Európára is. Uh -huh. Hát amikor ott azt látjuk, hogy pénzügyi fair play el próbálkoznak, mert ugye vannak olyan nagy klubok, hogy nem, belerakják a pénzt, és tehát nem, 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 gazdasági logika szerint működik. Hát igen, tehát hogy pont ezen a szakerexem volt a Valenciának az elnöke, aki elmondta, hogy több százmilliós adósságuk van, Spanyolországban a klub tulajdonás az egy közösségi intézmény volt eddig, és hogy, hogy, ezt a több százmilliós adósságot próbálták mindenféle trükkökkel ö, csökkenteni, 92 százalékos stadion, stadion tehát nem fér már hát több a, többek között az új mesztaja miatt adósodtak el szerencsétlenek. Egy hát, az, igen. igen. és akkor közben, közben, pedig azt mondta, hogy finanszírozhatatlaná vált, jött egy szingapúri befektető, egy Peter Lee nevezetű úr, aki meg fogja venni a, a Valenciát, és, és utána úgy fog játszani Valencia, hogy Pitelli üzleti érdekei diktálják. Pontosan, igen. Meg olyan színei lesznek, például lesz már. Látja. Hát, igen, és akkor a másik, ami, ami még egy csavar ebbe a történetbe, azok a, azok a játékosok. Ugyanúgy a, a Sporting Lisszabonnak ott volt az elnök, és ott tényleg elég e, érzelmes kirohanása volt. Ott hidegvérű angol újságírók is felkapták a fejüket, amikor azt mondta, hogy hogy. hogy ez, ez működésképpen az a rendszer, amikor a Sporting Lisszabon, amelyek egy hatalmas utánpótás akadémiája van, onnan jött ki a Cristiano, Cristiano Ronaldo, onnan jött ki Figo, meg több száz ismert név, hogy, hogy különböző alapok kezére került ezeknek a játékosoknak, hogy bármilyen fiatal játékosnak a jogat. Tehát amikor eladtak legutóbb egy játékos 16 millió dollárért a Manchester united akkor megjelent egy alap, és oda tette a, a névjegyét, hogy a 75%-et ő kéri az átigazolási pénznek, mert az övék a jog. És aztán utána föltette azt a költői kérdést, amire megkeresésében senki sem tudott válaszolni, hogy mit gondolunk, miért van az, hogy hogy az Atletico tavaly megnyerte a spanyol bajnokságot. Azért, mert a játékosoknak a 95%-a az bizonyos alapokhoz tartozik. Olyan alapokhoz, aminek a, a hátterét nem ismerjük, offshore vagy szerencsejáték hátterű. És nyilván nem mindegy, hogy évvégén hogyan adom el a játékost. Egy hát az első helyzet csapatból, vagy egy ötödik, tizenötödik helyzet. Tehát ezek, ezek dollármillió profitról van szó. Tehát innentől fogva nem az, hogy jó, hát a labda a gömbölyű, gyerekek focizzatok, aztán lesz, ami lesz. Na jó, magyarán mondva, akkor ott tartunk, hogy ideje kimondani, hogy a, a futball, a, futball része sajnos a fogadási csalás is, és a futball, mint iparág, hasonlóan kezd működni, és hasonló jelenség, mint mondjuk a kokain. Hát sőt, hát nem hasonló jelenség, hanem, hanem sokkal jobban jövedelmező iparág lett, és sokkal kevesebb kockázattal jár. Ezért van az, hogy, hogy világszerte bűnszervezetek megváltoztatják a, a fő profiukat, és egyre inkább nyitnak a, a fogadási csalások felé. Azt képzeljük el, tehát hogy a, a sportfogadás és általa a fogadási csalás olyan erős szimbiózisban él már a, a focival. Mondok egy példát. A, nyilvánosak egyébként a bunda a magyarországi tárgyalásai, tehát bárki beülhetne végighallgatni ezeket. Nyár elején, nyár elején ott voltam egy olyan tárgyaláson, ahol egy U19-es, tehát egy utánpótlás magyar bajnoki mérkőzésről volt szó. A felcsúton játszott a Ferencváros U19-es csapata. A vádirat szerint a Ferencváros utánpótlás csapatának akkori kapusát felkeresték, és felajánlottak neki 1 millió forintot arra az egy U19-es mérkőzésre, néhány gólért, néhány, több gólt kellett volna kapnia. A játékos elutasította a, a, megkeresést, csak az arányokra szeretnék rámutatni. Tehát, hogyha ez a senki által nem követett és nem figyelt minimális, médiafigyelmet média figyelmet kapó U19-es bajnoki mérkőzésen 1 millió forint lehet a tarifa, és lehet, hogy másnap elő az újságban egy egysoros uh, eredményközlés van csak, akkor mennyi lehet a tarifa uh, MB1-es mérkőzésen, mennyi lehet a tarifa uh, a nemzetközi szinten, uh, és így tovább. Tehát ez, ez egyszerű matek, itt akkor a pénzösszegekről uh, van szó, amely, amelyet, hogyha elképzelünk, akkor, akkor kénytelenek vagyunk belátni, hogy, hogy ez a jelenség ezt nem, hogy megállítani nem, vagy nem, hogy felszámolni nem lehet, hanem, hanem, feltartóztatni is nehéz. Hiszen volt egy másik olyan játékos, szintén Magyar Bunda ügyben, egy egykori mb 1 es labdarúgó, aki teljes körű beismerő vallomást tett, és ő a bírónak azt felelte, hogy, hogy de hát miből lett volna bevételünk, hogyha hónapokig nem kaptunk fizetést a klubunknál, és akkor jöttek hozzánk a hétvégi meccs előtt, bizonyos illetők, és azt mondták, hogy ha a 15. perc után kapunk három gólt, akkor még 28 ezer euró. Uh -huh. És kaptak három gólt, és azt mondja a játékos, hogy, hogy egyszerűen nem volt más más bevételi forrásuk. Miután a probléma maximálisan globális ezek után, ugye egyrészt a, a hivatalok, az államok ezt megpróbálják feltartóztatni és visszaszorítani, hogyha jó módszereket választanak a közös fellépésre, nekünk szurkolóknak meg elég, hanem, alig, hanem az marad, hogy hát, hát leszámolunk egy csomó illúzióval, nem? Az, amit futballként megszerettünk és futballként néztünk, az, az, az már egy egészen más dolog. igen, tehát nem tudom, mennyire voltak valósak azok az illúziók, vagy az a hab, vagy az az egész más uh -huh. ami, ami, körül veszi, vagy körül vette, vette a 10-20-30 éve, 40, igen. De hát ugyanakkor meg ott vannak az amatőrligák, ahol mm -hmm. fociznak emberek és tök jó nézni, vagy egyszerűen fogja magát szembe és kimegy és focizik. Tehát abba, abba aztán nincsen semmi csalás. Ezt azért nehéz egy futballőrültnek így nap mint nap realizálni magát, de ez a valóság igen, sok tekintetben, igaz? Valószínűleg ez a valóság, meg hiába van az, hogy, hogy nem lehet megállítani, vagy nem lehet felszámolni, nem lehet feltartóztatni ezt a jelenséget, azért a legnagyobb baj az mégis az lenne, hogyha elfogadnánk, hogy a fogadási csalás és a, és a manipuláció az a futball része. Nem, nem, ezt soha nem fogadhatjuk el, mint hogy azt se fogadhatjuk el, hogy a, hogyha valakit, bárkit nagyon megfizetünk, akkor majd nem lesz korúk, mert ez abszolút nem ezen múlik. Ez, ezt, ez, ez, ez az, ez az, ősi emberi igazságot is meg kell értenünk. Köszönöm szépen, hogy, hogy itt voltatok. Fene az egy daszlovánra elmegyünk. Fene vigye el. Köszönöm szépen.